Európai tehetségpont lett a Batthyány Gimnázium. A Magyarországon és a Kárpát-medencében 10 éve sikeresen működő hálózati modell jó gyakorlatainak beépítésével 2014-ben Európában is megkezdődött a tehetséggondozás hálózatosodása. Azt gondolom, hogy elég széles a palettánk, tehát nagyon erős matematikából a tehetséggondozásunk, ezt az eredmények nagyon jól alátámasztják. Például a tavalyi évben a középiskolások, a kicsi középiskolások, tehát a 9.-10.-eseknek a legnagyobb versenyen, az Arany Dániel matematikai tanuló versenyen, ott voltak az első helyen a tanítványaink. Nagyon erős tehetséggondozásunk van informatikából, ahol tavaly is, tavaly előtt is egy diákunk megnyerte az OKTV-t, a középiskolások legnagyobb tanulmányi versenyét, és a felmenő rendszerű versenyen, tehát a 9-10-esek programozás versenyén is az első és a második helyet is elhozták a tanítványaim. Tehát ott is megvan az utánpótlás, és talán egy folyamat is van benne. Nem csak az első hely a cél. Az első hely mögött, tehát az, hogy volt egy első hely itt, egy első-második hely ott, mögötte van egy 8-10 gyerek mind a két kategóriából, akik országos döntősök voltak, és 7., 9., 13., 21., 22. helyet érték el, ami ugyanolyan értékes eredmény, csak mégis egy sportversenyen is az elsőt azt mindig jobban díjazzák, és azért emeltem őket ki. Van még tehetséggondozásunk történelemből, ott is OKTV, illetve a felmenő versenyeken első, második, harmadik helyet szereztek a tanítványaink földrajzból, illetve az énekkarunk is nagyon erős, és a helikonról folyamatosan aranyérmeket és aranyokleveleket hoz el. Azt gondolom, hogy ez az 5 téma az, amelyikből igazán erősek vagyunk, és az idén egy minősített tehetséggondozó műhely címre is írtak ki egy pályázatot, és ezzel az 5 területtel gondoltuk abba is pályázni, hogy ebben mi erősek vagyunk, és szeretnénk itt a régióban ezekből a tantárgyakból egy picit többet nyújtani. Hány gyerekkel lehet foglalkozni a tehetségponton belül? Ezt azt gondolom, hogy nincs megszabva, hogy hány gyerekkel. Egy énekkarba 50, 40, 60 gyerek van egyszerre, akivel egyszerre foglalkozik a kollega, és egyszerre tudnak énekelni. Van olyan foglalkozás, van olyan dolog, ami személyre szabottnak kell lenni, ahhoz, hogy tényleg sikeres legyen az a gyerek, és kibontakoztathassuk a képességeit. Tehát nagyon változó, egyfős, kétfős, ötfős, 15-fős, igazából ez egyénre szabott a tehetséggondozás, illetve csoportra szabott. Mire irányul a tehetséggondozás a versenyeken elért jó eredményeken kívül? Nem a versenyeredmény a fontos. Tehát a versenyeredmény az csak egy visszaigazolása a munkánknak. Én azt gondolom, hogy akkor foglalkozok jól egy tehetséggel, hogyha az ő határait feszegetve ki tudom belőle hozni azt a legnagyobb teljesítményt, ami őt boldoggá teszi, és ahol megérzi azt, hogy hol vannak az ő határai, és hol van, meddig tud eljutni, és ezen az úton végig tudom vezetni. Tehetség, elkötelezettség, nagyon-nagyon fontos az, hogy egy diák elkötelezett legyen, és dolgozzon, és tegye, és nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a hangot azzal a diákkal. Tehát a kettőnk közötti kollega és a diák közötti munkán is nagyon sok múlik. Nyilván van olyan tehetség, akivel ez a kommunikáció mondjuk velem nem sikerül, de a másik kollégának sikerül, és akkor ott tudjuk kivontakoztatni a tehetségét. Hogy kerülhetnek bele a gyerekek a tehetséggondozásba? A kollégák szólnak, hogyha felfedeznek olyan gyereket az osztályban, aki bármelyik témakörben kiemelkedő, vagy a gyerekek is jelentkezhetnek, ha éreznek magukban ambíciót, mi ennek a módja? Én azt gondolom, hogy ez is. Tehát meg is találja az ember azt a gyereket, akivel szeretne dolgozni, és a gyerek is jöhet egy szakkörre, és ott kiderülhet, hogy ő valamiben jól tud dolgozni, és ebben tehetséges.
Beszéltünk arról, hogy akkreditált tehetségpont a gimnázium, ugye ez a magyarországi tehetségpontokra értendő, de van egy Európai Uniós vonal is, ahol szintén kiemelkedő eredményt mutat a Batthyány Lajos Gimnázium tehetségpontja. Igen, Csermely Péter professzor úr, a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetségének a fő-fő embere, úgy gondolta, hogy ezt a jó gyakorlatot, amit mi Magyarországon bevezettünk és megcsináltunk, hogy tehetséghálózatokba rendezzük a tehetségpontokat, ezt tovább lehetne vinni, és megalakították az Európai Tehetségpontok Szövetségét, és erre is pályáztunk, és itt is sikeresen pályáztunk, tehát az eredmények, amiket föl tudtunk mutatni, illetve azok a mutatók, hogy mi mit szeretnénk csinálni még itt az iskolában, azok elegek voltak arra, hogy ezt a címet is elnyertük, hogy Európai Tehetségpont vagyunk. Azt gondolom, hogy ez egy elismerés, hogy mi tehetségpontként működünk, illetve lehetőségek. Az Európai Tehetségpontok hálózata lehetőséget ad arra, hogy az Európában levő más tehetségpontokkal szorosabb kapcsolatot építsünk ki, és ez jó lehetőség a diákjainknak is arra, hogy egy másik nemzet fiataljaival együtt dolgozva tudjanak működni, és kibontakoztatni a tehetségüket.